Míg a világ egyes területein a rendelkezésre álló víz egyre kevesebb, máshol felhasználása egyre nő. Az utóbbi 50 évben minden évtizedben 20%-kal többet fogyasztunk. Így a víz egyre értékesebb és drágább lesz. Ezért is olyan fontos, hogy megóvjuk ezt a természeti kincset. A vízfogyasztás egy olyan tényező, amit nem tudunk kiiktatni az életünkből. A nap során literszámra fogyasztjuk a vizet, a tisztálkodástól kezdve az ételkészítésen át, arról nem is beszélve, hogy folyadékként visszük be a szervezetünkbe. Természetesen nem az ivásra szánt mennyiségen kell spórolni, azonban az egyéb tevékenységeink során érdemes körültekintőnek lenni, amikor vízre van szükségünk. Tény, 2-5 liter víz szükséges egy embernek az életben maradáshoz. Napjainkban mintegy 2 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez. 5000 ember hal meg naponta vízhiány miatt. Az ENSZ számításai szerint 2030-ra a világ népességének csaknem fele vízhiányos területen fog élni. Csak akkor folyassuk a csapot, ha tényleg éppen használjuk a vizet, fogmosáskor és kézmosás közben például zárjuk el, percenként akár 10 liter vizet megtakaríthatunk vele. A mosogatást se folyamatosan folyóvízsugár mellett végezzük. Zuhanyozással harmadannyi vizet használunk el, mint amikor kádban fürdünk. A vizet használó berendezéseket, mosógép, mosogatógép csak akkor indítsuk el, ha tele vannak, az üres járatok sok vizet pazarolnak. A vízcsapok csöpögését, WC-tartályok szivárgását minél előbb szüntessük meg. Egy takarékos WC-tartállyal akár harmadára is csökkenthetjük a felhasznált víz mennyiségét. Az esővíz hasznosítása egy régi és egyszerű praktika, vagyis ha gyűjtött vizet használunk például locsolásra, azzal víz és csatornadíjat spórolhatunk meg. Az esővíz gyűjtése mellett a burkolt felületek arányának csökkentésével is sokat tehetünk, hiszen így több víz szivárog a talajba. A víz érték kint és bent egyaránt. Ha e szerint kezeljük, azt vízszámlálónkon is észre fogjuk venni. Legyen ön is tudatosabb vízfelhasználó.